Útba igazítják a Sóstóra érkező turistákat. Többek között ilyen feladatokat is ellátnak a Turistpolis szolgálatot teljesítő diákok. A fiatalok könnyen felismerhetők, valamennyien egyenpólóban járják a nyári időszakban forgalmasabb városrészeket. A belváros mellett itt Sóstófürdőn is segítenek a látogatóknak. A közösségi szolgálatot a nyíregyházi rendőrkapitányság a helyi önkormányzattal együttműködve szervezi, immár 9. alkalommal. Elsősorban olyan diákokat vártunk, akik idegen nyelven beszélnek, hát itt elsősorban német és angol nyelven beszélnek. Az ide látogató turisták közül sok a szlovák, a román állampolgárság, de ők is jól beszélnek angolul, és útbaigazításba természetesen tudunk segíteni. Pénzváltót szoktak keresni általában, bankautomatát, postát, hasonló dolgokat, de az ország többi részére ide látogató turistákat is útba tudjuk igazítani. Múltkor például Győrből jöttek, akkor Debrecenből, szóval az ország több részéből jönnek, és akkor nekik is egy jó, egy megnyugvást jelent az, hogy itt olyan diákok vannak, olyan rendőrök vannak, akik az ő biztonságukat segítik, és magával a jelenléttel már sok mindent elérhetünk, hogy a bűnmegelőzés területén visszaszorult a bűncselekmények elkövetése. Hat nyelvből hozzátok mindet, és akkor a látogatóknak azért adom. Itt éppen a bűnmegelőzési szórólapokat szedik össze a fiatalok. Ezeket turistáknak osztják szét, de szélvédőkre is tesznek belőlük. Emellett a parkolókat is többször ellenőrzik naponta. Van olyan diák, aki már nem először tölti itt a közösségi szolgálatot. A Turistpolis tagjaként változatos feladatok és programok várják a fiatalokat. Kellett idegen nyelvet beszélnem, mikor útbaigazítást adtunk egy lengyel családnak az állatkertben. A programok pedig voltak itt lovak, ki lehetett próbálni a lovaglást, illetve hát szórólapokat osztottunk, útbaigazítást adtunk az embereknek. Idén eddig mintegy 70 diákot vontak be a Turistpolis programba. Jelentkezni egész évben lehet. A nyári szezonon kívül kiemelt rendezvényeken, mint például a Vidor Fesztiválon vagy a karácsonyi forgatagban is hasznos a segíteni tudó diákok jelenléte.